hogy pont nem az ásításra váltottál. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Dávid vagyok. Én Viki. Én meg a Julcsi. Mindig, aki utoljára köszön, azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy a pedig testvérek közül ő melyik. És ez itt a Skip Intro. Ünnepek közötti adása, amin egy kicsit még szét vagyunk esve. De megértitek majd, mert biztos még tömitek a beiglit is az arcotokba. És... Nagyon csodálkoznék, ha nem. Nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha itt még nem lennének beiglis népek. Őszintén szólva, nekem például már minden elfogyott otthon. Úgyhogy... Az a baj, hogy amikor reggelire, ebédre és vacsorára is süteményt teszel, akkor egy véges mennyiségű a világ összes süteménykészlete is. Igen, mondasz valamit. Nem tudom, nekem nagyon-nagyon sok volt. Nagyon sok volt ez a... Egyébként is, amikor otthon vagyunk, akkor minden az a következő, mindig a következő étkezésről szól. Tehát még a vacsora utolsó falatát szeretném legyelni, vagyis hogy már nem szeretném lenyelni, de anya már mondja, hogy ó, reggeli, mi lesz a reggelivel? Nem baj, ha hideg? Nem baj, ha hideg, anya. Jutott el esetleg filmnézésre vagy sorozatnézésre időtök az elmúlt napokban, amióta nem találkoztunk? Hát annyira sokra jutott. Olyan? Hogy nem is, persze, hát nézd, mi 3 napon keresztül feküdtünk a kanapén és nyomkodtuk a dolgokat, és apukámnak épp van egy próba előfizetése, egy streaming szolgáltatás, amit nem nevezünk nevén, és megnéztük a Sea című sorozatnak az első évadát, amiről én hallottam, amikor megjelent, és gondolkodtam is, hogy meg kéne nézni, de aztán sose jutottam el odáig. Ez egy... Mint tenger, vagy mint... Nem, mint látni. Mint látni. És Jason Momoa a főszereplője ennek a sorozatnak, aki Momoa being Momoa az egész első évad során. Arról szól, hogy egy vírus végig söpört az emberiségen, 2 millióan maradtak, és mindenki elvesztette a látását, de ez óta már több évszázad eltelt, és hogy az emberek így adaptálódtak ahhoz, hogy nem látnak, és senki nem lát. És így belepillantuk az életükbe, hogy milyen például mondjuk ilyen törzsek meg közösségek közötti harcok például az elején kurva jól meg van csinálva, hogy hogyan csinálnak dolgokat úgy, hogy senki nem lát. És a bonyodalmot kezdődik, hogy születik egy ikerpár, akik viszont látnak. Egy látó. Akik látnak, és hogy a látás az ilyen eretnekség, tehát hogy nem is lehet beszélni róla meg semmi. Úgyhogy baromira izgalmas volt, és ledaráltuk az egész első évadot a szüleimmel, meg a testvéremmel, sőt, még a nagymamám is ott volt akkor. Úgyhogy alig várom, hogy belekezdjek a második évadába, és hát Jason Momoa, being Jason Momoa, szokás szerint megvédem a családom! És mindeközben pedig nizmos. Úgy hívják, hogy Baba Voss. Baba Voss? Baba Voss. Úgyhogy csak ajánlani tudom őszintén, szóval én nem tudom, hogy eddig, hogy nem néztem meg eddig, de most végre megnéztem, úgyhogy mondhatom nektek, hogy ti is nézzétek. Én is hallottam róla. Én most akartam megkérdezni, hogy ez valami új dolog? Nem, már a második évada is kint van. És szerepel benne a szegényeknek, mindig elfelejtem a nevét, a Batista. Dave Bautista? Igen, ő az egyik főszereplő a második évadban. Dave Bautista és Jason Momoa? Testvérek. Testvérek? Hát ez akár a Dűne is lehetne. Akár a Dűne is lehetne. Jó, köszönöm szépen a tippet, mert én ezen most nagyon rajta vagyok. Majd a híreknél mondjuk, hogy kijött a Boba Fett sorozat első része. Na, majd akkor ráérünk. Én még nem néztem meg, úgyhogy ha egy kicsivel... Ha holnap vennénk fel ezt az adást, akkor azt mondtam volna, hogy képzeljétek, megnéztem a Boba Fett első részét, de nem néztem még meg. Szintén. Viszont ami igazi, igazi nagy meglepetés számomra, és kuriózum, hogy én karácsony szent napján szinkronosan néztem a reszkesetek betörőket. Ez jó szinkronosan. Amit utána... No. Nem az. De. Amit utána leöblítettem a szinkronos igazából szerelemmel.
Ona, aszinkronosan, ez sokkal nagyobb bűn. Mind a kettő rossz volt, de belekóstoltam a tradicionális magyar család karácsonyába filmnézés szempontjából. Pont ezen gondolkodtam, hogy így ezt a kettőt összehasonlítva azt hiszem lehet érteni, hogy én miért olyan filmeket szeretek, amilyeneket. Ezt így valószínűleg hoztam magammal. Tehát, hogy ti nézitek a Reszkessetek Betörőket, meg az Igazából szeret, meg a Szít. Igen, de hogy tök jó volt, mert hogy ugye itt voltak nálunk Júti családja, és hogy ők nem fogyasztanak idegen nyelvű tartalmat. Talján nem annyira, és Júti nagyon kedvesen letöltött egy csomó dolgot. Akarod mondani, megnéztetek egy csomó tök jó dolgot. Júti, odafigyeld, hogy mit nézzetek. Meg. Itt kell majd vágni. Szóval. Hát a YouTube-ról. Still illegal. Nem, hát a YouTube Movies. Ja, ott oké. Minden évben a Die Hardot is ott minden évben nézni. A YouTube Movies-on kell megnézni a Die Hardot, mert mindenki nem rakja fel sehova. Igen. Én igazából ezt néztem, amit Dávid nézett. Mi nem, tehát hogy pihentünk amúgy eddig is, de nem néztünk semmit. Nem. Pokereztünk, meg scrabble-öztünk, meg beszélgettünk, meg aludtunk, meg ettünk, úgyhogy ezzel teltek az elmúlt napok. A Sugar Rush karácsonyi kiadása ment a háttérben időnként, azt nagyon szeretjük, de hogy ezen kívül... Jó, akkor sorolom még, hogy mit látom. Igen, akkor... Egy teljes évadnyi sorozat után megnéztem egy filmet, ami a Don't Look Up, amit szintén mindenkinek ajánlok, ez az új Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence film. Ez a ma esti programunk, úgyhogy... Ez az a film, amit vagy nagyon szeretnek az emberek, vagy nagyon utálnak az emberek. Én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon, nagyon intelligens és emelkedett a humora, mert hogy ilyen nagyon társadalom kritikus akar lenni, de közben pedig vicces, és egy hatalmas nagy szenvedve nevetés az egész igazából. Én amennyit tudok róla, az alapján, azt tudom elképzelni, hogy vagy nagyon-nagyon-nagyon ügyesen megcsinálták, és nem fog halálba idegesíteni. Uh-huh. És az alapja, hogy milyen színészek vannak benne, valószínűleg ezt elég ügyesen megcsinálták, vagy pedig nagyon-nagyon fog zavarni, hogy mert ha jól tudom, akkor ezek az emberek egy-egy ilyen sztereotípikus arcot alakítanak, igen. És az egész egy ilyen fekete komédia, társadalom kritika. Igen, valami ilyesmi, tehát miközben néztem, az volt benne, hogy körülbelül ez volt egész végig az érzetem. A bátyám azt mondta, hogy forgatókönyv 10/10, de egyébként neki egy csalódás volt. És csak annyit kérdeztem tőle, hogy mennyire olyan, mint hogyha regisztrálnál egy fishfail Facebook accountot, és felmennél egy random vizére, feedre. Igen, az a helyzet, hogy valóban szerintem a megvalósítás az nagyon, nagyon, mondjuk úgy, hogy egyedi a stílusa. És pont emiatt van, hogy szerintem sokaknak, vannak akiknek nagyon tetszik, és sokaknak pedig egyáltalán nem. Remélem, hogy ti is azokhoz fogtok tartozni, akiknek tetszik, mert nektek jobb tőle. Remélem. Illetve megnéztem még valamit a héten, ez pedig a Death to 2021, ami ugye tavaly volt a Death to 2020, és idén jött a 2021, ami pedig igazából egy ilyen Netflix special comedy, ami reagál az elmúlt évnek az eseményeire, és ugye ez Tavaly is volt, és úgy van megcsinálva, ugye, hogy összeszedi gyakorlatilag, hogy minden hónapban mi volt a legnagyobb történés így az év során, és vannak ilyen fake nyilatkozók közben. Igen. Akiket színészek játszanak, de hogy ők is ilyen nagyon sztereotipikus emberek, és hogy ők reagálnak azokra az eseményekre, amik viszont valóban megtörténtek. Úgyhogy az is nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy a szövegkönyv az gyakorlatilag, mintha Facebook kommentekből ollóztuk volna össze. Zseniális. Ezekhez mind kell egy hangulat, és én attól félek, hogy nekem most az még egyelőre nincs. Úgyhogy... Előbb nézném meg a Don't Look Up-ot, mint a Death-t. A Don't Look Up-ot...
Yeah. Ezt akartam javasolni ma Júlcsinak, hogy, hogy a ma esti békés bekuckózós filmezésünk az, az lehetne az. Én benne vagyok. És még valamit megnéztem. Tehát ez a rovat, ez igazából az lett, hogy mi a legtradicionálisabb magyar családként azt csináltuk, amit, amit kell. Amit kell, ahogy kell, még egy Bud Spencer Terence Hill filmet le lehetett volna. Ez. Viki pedig egyértelművé tette, hogy Fehérváron nincs HBO Go előfizetés. Dehogy nem, azon néztük, elkezdtük nézni az 8-bit Christmas-t, azt nem tudtuk sajnos befejezni, mert anyukám ment a személyzetre, és azért leállítottuk, Istenem, már nem volt idő, ennyire hogy befejezzük. Rossz volt. Nem volt rossz egyébként, nekem nagyon-nagyon tetszett. Ja, csak hogy rögtön ugye... személyzhez kellett. Ez a legszarabb viszont, volt. De viszont, ugye vége az csak mondom, hogy sokat videójátékoztunk is, nem csak tévét néztünk. És amit pedig ma délelőtt sikerült valami módon megnéznem, annak teljesen elfelejtettem a címét. Ez egy karácsonyi film. Esküszöm, elfelejtettem a címét. Ami, ami egy ilyen nagyon klasszik, trash karácsonyi film. Ami nem annyira trash, mert egészen, egészen szórakoztató volt. Ez pedig egy meleg srácról szól, aki, akinek van egy legjobb barátja már 7 vagy 9 vagy nem tudom hány éve, és nagyon örülnek, mert hogy, hogy végre van ennek a srácnak barátja, és hogy majd őt hazaviszi karácsonykor, mert hogy az egész családja karácsonykor azzal baszogatja, hogy ő egyedül fog maradni, meg soha nincs senki, meg stb. Stb. És kitalálja, hogy ezt a legjobb barátját hazaviszi magával, és úgy csinálnak, mintha összejöttek volna. És akkor így olyan lesz, hogy... szóval, hogy így és a családja nem igazából összejönnek. Ja. Single all the way. Írja, írja közben a chat. Természetesen nem én tudtam, de, de a chat az itt van és segít. De nem azt mondtad, ez egy klasszikus? Ez egy új film, nem? Nem, ez azt egy mondta, hogy film. Egy klasszikus karácsonyi film. Igen, hát, ah, igen, igen, yeah, igen, yeah, igen, yeah, igen. Nem akar újat mutatni. Nem, 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 de hogy a Jobbik fajta trashből van. Nagyon szép emberek vannak benne, és mindig nagyon zavar, amikor, amikor borzasztóan vonzódom meleg férfiakhoz, mert hogy így tudom, hogy teljesen esélytelen a dolog, de mégis. De nem csak ezért. És nem, nem tudom, nem tudom. Ez a, ez a sétálsz a parkban, és rá van írva a padra, hogy frissen mázolva. I must sit on it now. De egyébként nem mint, hogyha nem tudom rejtőzni. Kerülnöm, nem. Én hallottam, elraktam, hogy jó helyre a fejembe neked, mert ki kellett hangosítanod újra. Azért, mert véletlen volt, tehát, hogy nem hittem volna, hogy ez a kis metafora, ez így életre kell, és tovább megy. De tovább ment. De igen, és egyébként nem értem, tehát nem tudom, hogy miért, miért lenne több esélyem Ryan Goslingnál, mint például egy szexi meleg férfinél. Statisztikailag, statisztikailag több esélyem van, azért, lássuk be, nem, nem mintha számítania kéne ennek a statisztikai hibának gyakorlatilag. Szóval nagyon, nagyon jó volt, és egyébként most már senki nem fog karácsonyi filmeket nézni, szerintem, de valaki én ma egy karácsonyi csinálja. Filmet néztem. Még nem ért véget, még le se bontottuk a karácsony, mondjuk azért nem voltunk itthon. Így van. De egyébként már lebontottuk volna. Ja. Milyenek ja, vagyunk? Szilveszterre nem lesz már fog. Ennyi. Vége van. Mi vége van az ünnepeknek, mi lebontjuk. Itt nem Eszter nézzük a szomorú karácsony fel. Mert hogy az újrakezdés ideje. Az új év. Ó, oh, de szép segway! Nagyon szép! Még a híreket valahogy be kell előtte. Jó, de túl de... sokat hablatyoltak a hírekről, akkor elmennek, mire meg tudják mi a téma. Nagyon gyorsan. Itt kell maradni, mert nagyon maradjatok itt, még a hírekről három szót. A Matrix sajnos nem teljesített annyira jól a box office-ban, mint remélték. De hát mint azért remélték. Nem, mert hogy day van elérhető. Elérhető volt day van, igen. Nem nálunk. Nem. HBO Maxon. Ami jövőre, és már pontosan tudjuk, hogy mikor. What? Április, június, 22. Igen, a körül fog majd érkezni, itt hallottátok először. És ugye párhuzamosan érkezett. És megmondom őszintén, hogy a múltkori epizódban beszéltünk róla, bennem leülepedett egy kicsit, sőt folytattam egy egész érdekes beszélgetést róla. És azt kell mondjam, hogy én megkötöttem a békémet. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa film, de tetszett. Örülök neki, hogy,
másfél hét után el tudtad dönteni, hogy tetszette vagy sem. Én, a öreg ember, nem gyors vonat, lassú víz, Reeves-et mos, és lemos. Okay. Bocsánat, Reeves-be ért. Viki, mesélsz a hírekről nekünk? Igen, nem? A héten nem, két film is megjelenik a moziban. Az egyik az Annette című film, ami egyébként Cannes-ban elnyerte a legjobb rendezői díjat, Carax rendezte, akiről őszintén szóval én nem hallottam korábban, de állítólag nagyon király, és a főszereplő Adam Driver és Marion... A főszereplő Adam Driver és Marion Cotillard, akit én mind a kettőket nagyon szeretem, és egy ilyen sztár, híres ember, szórakoztató bizniszben dolgozó két embernek így a párkapcsolatát, meg miután gyerekük lesz, hogy a párkapcsolatok ezután hogyan alakul, ezt mutatja be, és ilyen nagyon... Igen? Azt mondtad... Mit mondtam? Azt, hogy sztár, híres ember, szórakoztató. Én elengedtem volna. Szórakoztató iparban dolgozó. Ezt akartam mondani. Nem, ezt mondtam. Azt mondtad, szórakoztató, sztárhíres ember. Biznisz. Sztárhíres ember biznisz. A trailerét egyébként ajánlom mindenkinek, mert szerintem ez nem egy olyan film lesz, ami mindenkinek szól. Nagyon furának tűnik. Olyan művészfilmesnek, hogyha értitek, mit gondolok. A másik pedig, ami moziba kerül, az pedig egy francia film, viszont nagyon-nagyon könnyen fogyaszthatónak tűnik. Francia film, de ne aggódjatok! Ezzel, ha esetleg kérdőjel lett volna azzal kapcsolatban, hogy mennyire hozzáértő a podcastünk, és hogy... Ennek a filmnek pedig a címe Family Swap, ami arról szól... Művészfilmes címnek tűnik. Ami arról szól, egy ilyen nagyon fun vígjátéknak tűnik, hogy a család elmegy vidámparkba, borzalmasan rosszan érzik magukat, mert családmódjára viselkednek, mindenki mindenkivel összeveszik, és aztán cserélnek, szóval, hogy így testet cserélnek, de folyamatosan másba cserélnek. Tehát nem csak az van, hogy a szülők lesznek a gyerekek meg a szülők, hanem ahogy itt telnek a napok, mindig valaki másba költözik, és szerintem ez tipikusan ilyen tele lesz helyzet komikumokkal. Cringe City-nek hangzik ez nekem. Nem, nagyon-nagyon jónak néz ki. Igen? A tréleren nevettem. Úgyhogy... És akkor még a héten érkezik egyrészt ma a Book of Boba Fettnek az első része, amit én is nagyon várok. A másik pedig a The Lost Daughter, vagyis Elveszett Lány szerintem a magyar címe. Ez egy Elena Ferrante könyv alapján készült. Engedd egy kicsit. Mi történt? Megint mondtam valami rosszat? Valaki írt valamit a chatbe, de nem értem. Azért éri meg élőben követni ezeket a podcasteket, minden kedd délután, most épp szerdán, de általában kedd délután, akkor... És a amikor... úgysem lesz, de értitek. De mindegy, igen, hogy valaki egy ilyen sokat sejtető emojival berakta, hogy family swap. 12 éves vagyok. Szóval a Lost Daughter pedig Elena Ferrante könyve alapján készült, és Maggie Gyllenhaal írta és rendezte, és a főszereplő pedig Olivia Colman, Dakota Johnson és Ed Harris. Ed Harris-t imádom. És igazából egy parton játszódik, ahol egy ilyen nyaraló övezet, és ilyen nagyon furcsa emberi kapcsolatok létesülnek. Olivia Colmannek volt egy lánya, de itt találkozik a Dakota Johnson által játszott színésznővel, akinek szintén van egy lánya, és így emberek szembenéznek így a múltjaikkal, meg a döntéseikkel. Úgyhogy nekem a trailer alapján nagyon-nagyon tetszett, és ezt is meg fogom nézni. Elég, befejeztem. Úgyse tudok semmi jót mondani ma már. Minden szavamat kiforgatod. De egyet sem. Egyet sem, és nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad nekünk a hét legfontosabb híreit. És mindent, amit néztem. Nem. És mindent, rátok, amit néztem. Aztán nem lehetett számítani. Nem, sem. Jól éreztétek magatokat, a családotokkal? Mi bajotok van?
csak úgy kártyázni, az mi? Ahhoz nem kell elektromosság? Nem kellett hozzá. Nem, kifejezetten jól éreztük magunkat. Én 2 teljes napig nem töltöttem a telefonon. What? Annyira hozzá is nyúltam. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Oké, ez tényleg elég jól hangzik. Szóval, mehet a témánk? Mehet a témánk. Mehet a témánk. Összefoglalod, vagy összefoglaljam én? Szerintem vagy... egymás után foglaljátok össze, mert mint kiderült, 2 külön dolgot értettetek ez alatt a témát. Így van, mert arról beszéltünk, hogy évvége van, közeleg az új év, úgyhogy beszéljünk az újrakezdés témájába eső filmekről, sorozatokról, amiben vagy a történet miatt, vagy valami más... ként megjelenik az újrakezdésnek a szimbóluma, mert hogy az új év az mindig lehet egy kicsit újrakezdős, és ezért ezeket gyűjtöttük össze gyakorlatilag, kivéve Dávidot, aki máshogy nézett a témára, de a kettő összefügghet, úgyhogy majd azt ő elmondja, hogy ő mire gondolt. Igen, mert számomra az újrakezdés az egyszer jelenti azt, amit te mondtál, és egyszer jelenti azt, hogy... hogy olyan inspiráló dolgok, amik átgondoltatnak velem valamit, amit addig mondjuk alapvetésnek éreztem, vagy megmutatnak nekem valamit, amit annyira magaménak érzek, hogy egyfajta ilyen hitvallásként viszem tovább a fáklyáját. Meg az ilyen végtelenül inspiráló dolgok, amikből így erőt tudsz meríteni, amikor úgy érzed, hogy benned nincsen elég. Úgyhogy én inkább ezen a vonalon mozogtam. Van ilyen újrakezdősöm is, tehát ilyen nagyon tradicionális újrakezdősöm is, de hogy inkább az inspiráció vonalán mozogtam tovább. Én mind a kettő vonalán, és eszembe jutott, hogy megnéztem még egy filmet a héten. Azért, mert felírtam a listára, és már csak a jövő heti befér bele, sajnos. De én kétfelől is megközelítettem, vannak az ilyen, ami tipikusan ez az én most megváltoztatom az életemet filmek, és vannak azok, amik ilyen emberek olyan helyzettel találják magukat szembe, ahol kénytelenek gyökeresen megváltoztatni az életüket, illetve azok, amik egyszerűen nem kifejezetten ilyen újrakezdés, meg ilyesmi a témája, hanem annyira elgondolkodható, hogy az én életemben valamit meg tud változtatni. Ez tök jó. Akkor érintkezni fogunk. Persze. Több helyen. Úristen. Több helyen is. Nem akarom, hogy kimaradjanak a podcast hallgatók a saskabarét megszégyenítő humorból, de Viki sokat mondó arckifejezéssel hozzáért mind a kettőnkhöz. Bizony. Úgyhogy most... Több helyen is érintkeztünk. Ennyi. Nevetve kacarászunk egy kicsit, de kivágom, hogy ne menjen vele az idő. Kezdhetünk azzal, hogy mi az, ami nektek az újrakezdésről a legegyértelműbben első filmként, sorozatként beugrik? Nekem egyértelműen a Wild. És tudom, hogy te ezt a filmet láttad, és hogyha jól tudom, szereted is. Mm-hmm. És talán a könyvet is olvastad? Hát nem fejeztem be, mert angolul akartam olvasni, és nem annyira... csúszott simán a dolog, úgyhogy... Ez a... nem tudom, hogy mikor jött ki ez a film, néhány évvel ezelőtt Reese Witherspoon a főszereplője, és igazából ténylegesen arról szól, hogy úgy érzi, hogy kell egy reset gombot nyomni az életén, és elmegy... Nem, szerintem nem El Camino-ra megy. Nem, a Pacific Crest... Pacific... Crest Trail-re megy el. Ami egy nagyon-nagyon hosszú út Amerikában, egészen Mexikóig megy le, ha jól emlékszem. És, az El Camino meg Európa. Uh-huh. Igen, és hogy itt tök egyedül van, és hát olyan körülmények között, ami életveszélyes is néha. És a kis hátizsákjával megy, és ez a kiszakadás így mindenféle dolgot így felhoz benne. Így elég sok minden történt az ő életében, és akkor... Hát a film meg a könyv az viszonylag hasonlóan van felépítve, tehát hogy látod az elejét, hogy elindul, és akkor utána ugye ilyen emlékképek, hogy miért is kellett ide jönnie, és hogy ez milyen érzelmek, hogy jönnek fel benne. Ez egy nagyon, nagyon erős dolog ilyenben, igen, hogy akkor most nyomjuk egy reset gombot, és akkor kezdjük újra, és... Ami pedig még nagyon-nagyon hasonló ehhez, csak nyilván picit más, de hogy érteni fogjátok, hogy miért nagyon hasonló, az az Eat, Pray, Love.
ami pedig akartam mondani, hogy Sandra Bullocknak a filmje, de rohadtul nem. Julia Robertsnek a filmje. És az pedig kicsit, nem tudom, kicsit specifikusabban, ugye több kultúrára, több fajta dologra jobban fókuszálva, de hasonlóan ott áll egy nem tudom, mondhatjuk, hogy középkorú nő, és gyakorlatilag úgy érzi, hogy valamit kell csinálni az életével, mert hogy így dolgok nem működnek, és hogy valahova el kell menni, kiszakadni, és valamit így gyökeresen megváltoztatni. És ez mindkettő olyan, ahol az illető eldönti, hogy ez így tovább nem lehet, és akkor most felveszem a hátizsákomat, és elmegyek valahova máshova, és megélek nagyon különböző dolgokat, attól nagyon különbözőeket, amik eddig történtek, azért, hogy vagy a múltban történt dolgokat fel lehessen dolgozni, vagy egyfajta ilyen gátat átlépni, mert hogy ahogy eddig élték az életüket, úgy ez tovább nem mehet. Igen. Annyi a különbség nyilván, hogy a Wild az egy sokkal, hogy mondjam, sokkal túlélőbb. Hát meg azért ez egy darkosabb sztori, meg ahogy... Igen. Tehát, hogy a Julia Roberts, én nagyon szeretem az Eat, Pray, Love-ot is, de hogy kicsit más ligában játszanak, én úgy érzem. A Julia Roberts elmegy Olaszországba zabálni, aztán Indiába, nem tudom, meditálni, szóval, hogy így, hogy mondjam, az egy sokkal kényelmesebb ilyen önismereti út, mint amit Reese Witherspoon csinál, mert ő meg kvázi simán meghalhatna sokszor. Igen, de ez szerintem csak más módot választanak erre. Persze. Mert hogy mindenkinek másra van szüksége mondjuk egy ilyen helyzetben. De az tény, hogy a Wild az nekem is egy fizikailag sokkal nehezebb dolognak tűnik, és olyannak, amit nem biztos, meg hogy tudnék teljesíteni. Igen, meg. Igen, de az itt, tehát hogy valahogy az Eat, Pray, Love sokkal könnyebben teljesíthetőnek tűnik, de valójában meg ez nem biztos, hogy így van. Hát már az, hogy... Az sokkal spirituálisabb szerintem az Eat, Pray, Love. Igen, igen. Több rétege van, meg egy kicsit olyan tervezettebb, meg olyan jobban átgondolt talán. De mint filmet nézni könnyebb az Eat, Pray, Love-ot, mint a Wildot szerintem. Gyakrabban újra lehet nézni, de nyilván az, hogy megteszik ezt az első lépést, az ahova nagyon sokan nem jutnak el. És én pont azért szeretem ezeket a filmeket, mert hogy egy kicsit így segít az embernek az ilyen fantáziálás. Tehát itt szerintem mindenki fantáziált már arról, hogy jó, most akkor összepakolom a bőröndömet, és így elmegyek valahova, és akkor így megnézem, hogy mi lesz, hogyha kiszakadok az életemből, meg az emberek közül, akik körülvesznek, és hogy ezek a filmek azért jók szerintem, mert egy picit segítenek így eljátszani a gondolattal. Nem mintha veled pont ugyanígy történne, de hogy ez egy érdekes gondolatkísérlet. Azt hittem amúgy, hogy a Wild után az Into the Wild-ot fogod mondani. Nem, én azt meghagytam Dávidnak, hogy ő mondhassa. Azt mindenképp Júlcsi fogja mondani, mert... Igen, de az, tehát, hogy azt akartam az mondani, hogy kevésbé... ez nem újrakezdés, az egy befejezés. Az egy, tehát, igen. Ő ugye meghalni megy a természetbe gyakorlatilag, szóval a Wild miatt így egyből eszébe jut az embernek, és én azt is szeretem, bár azt nagyon sok éve nem néztem újra, de hogy igen, ott ő nem akar újrakezdeni, ő csak elmenekül, és aztán... Igen, az egy... tehát az Into the Wild az azért egy nagyon melankólikus film. Meg, hogy... A legjobb filmzenéje van ever. Én nagyon szeretem. Képzeljétek el, igen, aki a zenéjét csinálta, az egy nagyon-nagyon tehetséges, hát most már nem annyira fiatal ember. Ő a Pearl Jamnek az énekese. És néha csinált ilyen ukulele szarokat is, de... Amiket én nagyon szeretek. Eddie Vedderről van szó egyébként. Eddie Vedder tökéletes. Még a végén eljutunk egy koncertre is egyébként. Most már... Volt egy 2020 március, valami ilyesmi. 2019. Volt. Hát de akkor még nem maradt volna el. Igen? Igen, 20-ban volt. 20-ban volt? Volna. Komolyan? Persze. Még csak egy éve csúszik? Hát kizárt. Másfél. Komolyan? Aha. Viszont... És milyen filmet fogtok megnézni? Az Into the Wild-ot fogjátok megnézni a koncert előtt? Na. Hadd fűzzem hozzá még azt, hogy az Eat, Pray, Love-hoz viszont, ami nagyon kapcsolódik, az a Napsütötte Toszkána, amit nem tudom, hogy láttál-e. Nagyon hasonló, ott egy nő Toszkánába utazik, és megvesz egy villát, amit így fel kell újítani, és ugyanerről szól, hogy neki is volt egy élete, egy munkahelye, nem tudom, és azt mondta, hogy én most akkor innen elmegyek, és akkor új életet kezdek valahol. Az egy kicsit könnyedebb ilyen szempontból, de hogy az is ezt még egy angol órán mutatta nekünk az angoltan, erre emlékszem, nagyon imádta, de hogy az egy ilyen, az egy feel good
verziója ezeknek tulajdonképpen. Ez a Wild is, meg az Eat, Pray, Love is, ez is egy, hogy is mondjam, egy szűkebb demográfiára lövő dolog. Azt akarod most mondani, hogy csajos film? Nem akartam ezt így kimondani egyáltalán, de most, hogy így kín van, de hogy... Tudod, mi jutott eszembe erre? Én ezt tökre értem, csak ti is tudjátok, hogy ez hogyan volt marketingelve, meg hogy hogyan... Hogy? Hát, hogy ez sokkal kevésbé szól a férfiakhoz. Azért, mert egy nő a főszereplő. Yes. Hú, ez egy nagyon szomorú gondolat. Tudom, hogy ez egy szomorú... Tudod, mire hasonlított ez most, amit mondtál? Karácsonykor ott volt a család, és apukám elkezdte sorolni, hogy ki mit kér inni, viszkit, bort, vagy vannak ilyen női italok is. Ez körülbelül így hangzott. Pedig nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy... sokkal több nő nézte valószínűleg meg ezt a filmet, és érintette meg őket ez egy ilyen base levelen, mint férfit. Onnan is gondolom, mert én nem láttam ezt, én nem láttam a Wildot, csak én onnan tudok a Wildról, hogy A, itt van a könyv nálad, a B, a Year in the Life-ban az amúgy zseniálisan vicces. Egészen egyszerűen hibátlan. A Gilmore Girls Year in the Life-ban Lorelai egy hasonló ilyen válaszúthoz érkezik, kinda, és látja, hogy így nem megy nagyon jól semmi, meg minden, meg így aggódik egy csomó minden miatt, úgyhogy azt mondja, hogy kell ütni egy részletet az életére, pont úgy, ahogy egyébként a Wildban Reese Witherspoon-nak is, és elmegy. Lorelai nem megy. Gyűlöli a természetet. Gyűlöli a természetet, gyűlöl túrázni, és gyűlöl mindent. Mindent, ami ehhez kapcsolódik. Próbálja mondani neki, hogy de hát ott állatok vannak, meg hideg, meg kosz. Igen, és én valószínűleg ezt abból szűrtem le, hogy ez inkább a nőket érintette mélyen, mint a férfiakat, hogy ott ebben a jelenetben, ami nyilván egy ilyen sztereotipikus jelenet, arról, hogy hány nő megy neki ennek, és próbál meg hasonló, nem is és tudom. Azt hiszem, még ott viccelődnek is, hogy te a nagyon könyvet jó. Olvastad, vagy a filmet? Könyves vagy nem, filmes, nem, igen, és klikkesednek. Amikor mielőtt elindulnak, ülnek körbe a tábortűznél, és akkor így sorban mondják, hogy hát én most váltam el, nekem most vált meg a nem tudom kicsodám, nekem összeomlott a cégem, és így néznek Lorelaira, hogy és neked? Nem, nekem van egy lányom, jól van. Minden zsír. Az saját szám, minden oké. De igen, nyilván ez benne van, de attól még nem, én nem akarom azt hinni, hogy attól, hogy egy női főszereplője van egy filmnek, egy ilyen filmnek, azt a férfiak nem nézik, meg az nagyon-nagyon gáz lenne. Nem, tehát, hogy ez nem egy ilyen soviniszta megszólalás volt, hanem hogy az... 127 órát csak férfiak néznének, megérted. Az is arról szól, hogy beragad a keze a sziklába, és akkor, mert hogy, tehát, hogy hasonló a film, mint izé. Nem, mert hogy az egy hegymászó az az ember, tehát, hogy ott teljesen mindegy a neme. Szerintem nem menjünk bele, mert én ezt nem értem. Tehát, hogy nem értem. A Wildban is teljesen mindegy a neme. Lehet, nem láttam, még egyszer elmondom, hogy nem láttam. Azt tudom, hogy nekem ezt senki nem tolta az arcomba, hogy gyere, fogyassz unisex tartalmat. És én, mivel hogy nem láttam, arra következtettem, hogy ezek meglehetősen unique, inkább a nőkre jellemző problémák és megoldások. Szerintem tudunk még filmeket mondani, mielőtt ebbe így még jobban mindenki belekavarodik. De én nem akarok belekavarodni, csak értsétek, hogy én honnan jövök. Tehát, én hogy értem, nem értem, amit mondasz. Sovinizmusból jövök, de a... Értem, amit mondasz, annyit tisztázunk, hogy ez nem egy csajos film. És valaki azt mondja, hogy az Into the Wild nem egy csajos film, még csak nem is arról beszélünk, hanem nem. A Wild. Ez a sima Wild. Az Into the Wild az egyáltalán nem. Az mindenki számára valószínűleg neked ugyanakkor átült. Mert hogy egy kérdésből indultunk, és igazából csak abból másztunk el. Mi a legegyértelműbb? A... Újrakezdés. Te mit mondtál? Hát a Wildot. Én a Wildot mondtam. És te? Én még nem mondtam semmit. Ja, te még... Ja, csak hogy... Mondjam először én? Nem. Én nagyon szívesen azon... De egyet, ha tudsz. Csak egyet tudok mondani, akkor az, ami nektek a Wild, az nekem a Good Will Hunting.
Nekem a Good Will Hunting az tipikusan az a film, amiben valaki még csak nem is tudja, hogy keresnie kéne önmagát, még arra is rá kell jönnie, hogy benne annál több van, mint amennyit ő tud saját magáról. És nekem az egy ilyen nagy felismerés volt. És itt most vonatkoztassunk el a matek zsenis dologtól egy kicsit, mert nyilvánvalóan nem erről van szó. Mert nem a matek tudásom az. Hanem hogy felismered a saját értékeidet, és felismered a saját korlátaidat, és van egy ember, aki neked segít ebben, és hogy mekkora szükséged van arra az egy emberre, aki meglátja benned azt, amit te nem látsz saját magadban, és a környezetet pedig látja benned, de nem tudja realizálni. És számomra Good Will Hunting az egy ilyen, talán a legspirituálisabb élményem volt, hogy láttam valamit, és azt mondtam, hogy hát baromira nem így, de hogy értem, hogy én azért kapcsolódom ehhez, mert baromira nem így, de a hasonló cipőben járok. És nekem a Good Will Hunting az, ami egy ilyen reset gomb volt, és sokkal később tudtam, tehát hogy láttam a filmet a 2000-es években valamikor, nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon-nagyon mélyen éreztem iránta, de nem tudtam miért. És láttam a 30-es éveimben, és most már egész más szemmel nézem, és egész más, hogy kapcsolódom a Matt Damon karakteréhez is, egész más, hogy kapcsolódok Robin Williams karakteréhez is. És számomra ez a tradicionális, amikor nem az van, hogy ütsz egy részletet azonnal, hanem van egy ilyen önismereti túra, amin így végigmész, vagy végig segít valaki. És nekem a pszichológusommal való élményem az egy nagyon hasonló élmény volt. És emiatt nekem ez az újrakezdősöm. És neked? Hát én most, ha egyet kell csak mondanom, akkor én egy kifejezetten feel good filmet választok, ami elég egyértelmű, és az a Begin Again, amiben ugye Keira Knightley és Mark Ruffalo, ugye? Ugye Mark Ruffalo van benne? Hát, vagy... Mark Ruffalo van benne. Kicsit keverem Porraddal, ami tudom, hogy másoknak teljesen nonsense, de ez van, mind a kettőt imádom. És azt tényleg gyakorlatilag erről szól, hogy igazából Keira Knightley megérkezik a nagyvárosba, vagy ott van valamiért, és egy szakítás után van már akkor, és... de... akkor még nem. Hát kicsit ugrálunk az időben, vagy nem ugrálunk az időben? Én úgy emlékszem, hogy... hogy ő a sokkal sikeresebb barátjának az árnyékában van. Igen, de hogy szakítanak, és szerintem ezt már az elején látjuk, és csak visszaemlékezik. Valami, én úgy emlékszem, hogy visszaemlékezésben látjuk csak, hogy ők együtt voltak, és hogy ő hogy került ide, és kvázi felfedezi egy ilyen zenei menedzser, aki a Mark Ruffalo, akinek meg az élete már így teljesen így... iszonyatosan ki van égve így a zenész szakmában. Nem tudom mi, tehát a munkahelyi mindenféle szempontból ki van égve, igen, és így nem működik, és akkor így az ő kettejük találkozása az, ami így kisegíti mind a kettőt ebből a jelenlegi helyzetből, amiben vannak, és újra kezdenek, és zenélnek, és összebarátkoznak, és elképesztően jó érzésekkel tölt el ez a film engem mindig, nagyon kis... hát van benne egy kis dráma, de hogy nem az a lényeg, tehát hogy tényleg csak arra fókuszál, hogy fel tudsz állni, és tudsz még jó dolgokat csinálni, tudsz még lelkes lenni, tudsz még szenvedélyes lenni, és boldog. És két oldalról nagyon ügyesen, mert a lányjal ugye megtaláltatja a szépséget abban, amit csinál, és Mark Ruffalo pedig újra felfedezi azt, amit elvesztett ebben az egészben. Hát meg önmagát is, családjával is sokkal jobb ember lesz tulajdonképpen, és én nagyon szeretem, hogy a szerelem, mint olyan, az itt nem játszik, nem főszereplő. Tehát nem arról van szó, hogy akkor egy szakítás után akkor leszel jobban, ha találsz egy valaki másik embert, hanem hogy te saját magadat megtalálod abban, amit szeretsz csinálni, és tovább lépsz, és újra kezdesz. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon klasszikus, de nagyon feel good. Hatalmas vagy. Erre. Egyáltalán nem klasszikus. Hatalmas vagy, mert én például lehagytam a listámra.
Ja, pedig, úgyhogy, pedig van. És van közcsi. Még egy ilyen, van még egy ilyen, ami nagyon, nagyon ehhez hasonló, és feel good. És nem tudom, hogy eszedbe fog-e jutni, pedig nagyon szereted. A, nem az About Time-ra gondolsz. Nem. A chef. Istenem, mekkora vagy! Mekkora vagy? Megvan neked a sérép? Mekkora vagy? Nem. Hatalmas. Nem zseniális. Zseniális. Ugyanez a hangulat. Ugyanez a hangulat. John Favreau. Nekem, mint a Begin Again. Nincs. Egy Michelin csillagos étterem séfje, aki tényleg már így elért igazából mindent, de hogy az egész élete egy grind, és már nem élvezi, látszik, hogy rosszul van, nagyon jó az, amit csinál, nagyon jó abban, amit csinál, de hogy már elveszett belőle minden szeretet és minden a földön. És nyilván elváltak a feleségével, kicsit furcsa a kapcsolat a gyerekével, mert hát szakács, és az ugye 16 óra per nap, és végül így elszakadnál a cérna, kirúgják a munkahelyéről, és van egy ilyen, tudod, ez a downfall, amikor így minden úgy néz ki, hogy sötét és borzalmas. Ez az eleje, az első 3 perc, és aztán így föl az egész film, úgyhogy tökéletes feel good movie. Spoiler alert, úgy néztük ezt a filmet utána, hogy ahogy Jézusom mikor fog belőlni. Mikor lesz rossz. És nem lesz rossz, hanem így megy föl a film. Így. Vége van, és így, hál' Istennek. Nagyon jó. Zseniális, és arról szól, hogy találja meg újra a szépséget, és a saját lelkesedését, passzióját a főzésben, és nyit egy food truckot, amivel így ilyen mennek körbe, és van. Egy kubánó szendvics food truckot csinál. Ennek van egy sorozat része a Netflixen, igen. Az láttam. Nem annyira jó sajnos. Nem, de az abból jött. Tudod, csak hogy a vasemberesnél maradjunk, ő vasembernek a... Értem. War Machine! Nem a War Machine! Nem a... Jó, igen, a séf hatalmas. Mi is a magyar címe? Nem, szerintem van valami magyar cím. Szerintem a konyha főnök. Nem. Ne, azt nem hiszem. Szerintem chef, te megnézem. Hát angolul chef, ennyi. Angolul chef, de szerintem ennek van valami... Mit tudom én... Nincs ennek is szerintem. Dutyi Dili. Kettő. Nem tudom, valami hülye neve van. Van nekem egy feel good egyébként. Most, hogy én néztem a listámat, néztem, és van benne, ami romantikus, de nagyon síros, de van benne egy feel good, és az a The Intern. Bocsánat, csak annyit hadd tegyek még hozzá, hogy Robert Downey Jr., Scarlett Johansson és Dustin Hoffman is benne van a Chef című filmben, és nem találtam meg a címét, úgyhogy szerintem sem. A Chef. Írták a cseten, hogy a Chef. Bocsánat. Igen, semmi gond. Intern. Az Intern az és Robert De Niro. Robert De Niro and Hathaway, és ugye arról szól, hogy gyakorlatilag ő így nyugdíj után. Nagyon öreg a csávó, és elmegy gyakorlatilag egy startuphoz a CEO-nak az asszisztensének, és nagyon érdekes látni, ahogy a két generáció igazából itt találkozik, és mi az, amit át tudnak adni egymásnak, mi az, amit meg tudnak értetni egymással, meg mi az, amiben nagyon-nagyon különböznek, és én imádom azt ebben a filmben, hogy valahogy a Robert De Niro-nak a karaktere így azt üzeni, hogy igazából soha sincsen késő ahhoz, hogy valami teljesen új dologba belevág. Nyilván neki is, tehát hogy megvannak a maga traumái, meg persze a film közben kiderül, hogy ő tulajdonképpen mit is keres pontosan ezen a helyen, hogyan került oda, miért van ott, de így az egészet távolról nézve nekem nagyon tetszik, hogy mennyire szép, hogy ő igazából már nem fiatal, akkor mondjuk így. és hogy mégiscsak megvan a lehetőség bármikor arra, hogy eldöntsd, hogy most valami teljesen szöges ellentétét csináld annak, amit mondjuk eddig csináltál, és belevágj valami olyasmibe, ami a legtöbb ember számára teljesen nonsensnek tűnik, mint az, hogy ő elmegy egy startuphoz gyakornoknak. Ez olyan, mint Chandler.
amikor végre elkezd szöveget írni. Igen. És ő is így egy gyakornokként kezd. Igen, ez fontos. Meg volt ez a film a srácról, aki egy ilyen sivatag közepén egy farmer volt, és egy ilyen olyan dolgokkal kell foglalkozni, amik egyébként egyáltalán nem érdekelték. És az volt az álma, hogy pilóta lehessen. És nem adta fel. Nem adta fel, és elérte. Azt hittem, ezt befejeztük a múltkor. Nem? Nem tudom, de ez a baj, hogy most kezdte el. Az a baj, igen, tehát hogy ez egy része volt, csinálni fogunk egy ilyet. Hogy én leírok nektek filmeket, és nektek ki kell találnotok, hogy mi az, amit leírom. De jó! Yeah! You are no fun! No fun! Írjátok meg, légy szíves, nem tudom, hogy lehet kommentelni, hogy akartok-e ilyen részt más emberekkel. A film, amiről Dávid elkezdett beszélni, az nem más, mint A gyakornok 2. Helyett. Nyilvánvalóan a Star Wars. Jó, de akkor jöhetek én is az enyémmel most? Mert hogy nagyon legálisan tudom ide beszúrni a világ legjobb filmjét. Most beszéltünk a Star Wars-ról. Nem, a másikat. Az Eternal Sunshine of a Spotless Mind szerintem eléggé újrakezdős az, hogy azt mondja valaki. Abszolút. Figyelj, töröljük ki most az emlékeimet, jó? És akkor menjünk úgy, hogy ez így nincs. De erről minden részben beszélünk majdnem, úgyhogy nem akarok sokat beszélni róla, de nyilván ez is egy szakítás után bárcsak lehetne az, hogy akkor ez mind eltűnik a fejemből, és akkor a nulláról tiszta lappal kezdjük újra. Nyilván nem minden gondolatod vagy emléket, csak az, ami hozzá köt, de ilyen nincsen sajnos szerencsére, mert biztos, hogy az emberek nagyon megbánnák a dolgot. Valamilyen nagyon biztos szerződést kéne kötni hozzá, de... Szerintem egyébként már fejlesztés alatt volt, és aztán azok, akik fejlesztették, azok bementek megnézni ezt a filmet, és azt mondták, hogy csináljuk inkább műcsöcsöket, vagy valamit. Valami más. De ne ezt semmiképpen. Igen. Én egy kis disclaimerrel, de szeretném betolni a Life of Pi. A Pi élete. Én nagyon gondolkodtam rajta. Őszintén szóval, én nagyon szeretem azt a filmet. Uh-huh. Láttam, ahogy elkezdett lüktetni egy ér. De és nem csak a fejfájásod miatt. Te hoztad be, úgyhogy annyira nem gyűlölheted, ha behoztad. Nem csak félek, hogy... beszélni. Nem, egyértelműen egy a film... filmes podcast. Egyértelműen a filmről akartam beszélni, mert ugyan a filmből hiányzik Jab Martell tökéletes könyvének a 3/4, de nem ez a lényeg, hanem... anélkül, hogy elszpoilolnám nektek a végét, ami ugye igazából benne van a filmben, csak sokkal kisebbet üt, mert nem ügyes emberek csinálták, viszont... Nagyon szép az a film. Nagyon szép az a film. De a könyv mennyivel jobb. De... Pont nem erről szól, hanem hogy... Jaj, hogy fogalmazzam ezt meg úgy, hogy ne roncsam el számotokra a filmet. Tehát, ugye, nagyon röviden arról szól, hogy van Pi Patel, aki a szüleivel Indiában egy állatorvosi klinikát, hanem ahol egy állatkertet üzemeltet, és úgy döntenek, hogy átköltöznek Kanadába, és sokkal egyszerűbb, viszik az egész állatkertet, és akkor ott majd lesz egy állatkertjük, viszont a hajó elsüllyed, amivel utaznak. Ez az első 6 perce a filmnek, úgyhogy annyira nagyon sok mindent nem spoiloltam el, és ő a csendes Atlanti óceán kellős közepén ragad egy méretes, hogy hívják? Ladik. Egy méretes mentőcsónakban, egy bengáli tigrissel. És a végén, az egész film, vagyis az egész könyv, és kinda a film is, egy ilyen spirituális utazás, aminek a végén igazából egy kérdést kell megválaszolnod, hogy egy realista vagy, aki tisztán látja a helyzetet,
és hajlandó szembe menni a saját, saját érdekeivel, vagy, vagy valaki, aki, aki annyira spirituális, hogy hisz a csodákban. És tényleg egész egyszerűen fantasztikus, ahogy fel van az egész építve. Én nyilván a filmet már úgy néztem, hogy tudtam, hogy mi a vége, és kerestem azokat a részeket, amik még fantasztikusabbá teszik azt a pillanatot a végén. Ez a film sem hiányzik, de ettől függetlenül maga az ilyen nagyon bárbón lerágott csont az azért ott van, és ezt csupán csak azért akartam megemlíteni, hogy olvassátok el a könyvet. Nekem egyébként, ami nagyon eszembe jut erről, az a Harry Potternek az a jelenete, amikor a 9 és 3 negyedik vágányon Harry és Dumbledore beszélgetnek, és Harry megkérdezi, hogy ez a valóság-e, vagy csak a fejében történik, és Dumbledore valami olyasmit mond rá, hogy nyilván csak a fejében történik, de hogy ettől még lehet nem lesz kevésbé valóságos. Igen, és valahogy szerintem ez az érzés, ami, meg ez az a folyamatos gondolkodás, ami nekem benne volt ebben a filmben, és nagyon-nagyon-nagyon szép képekkel operált. A kicsit túl szép képekkel, tehát ugye az egész egy úgy szép, mint ahogy egy Marvel film szép. CGI all the way. És tudom, hogy van egy csomó olyan dolog, amit nem lehetett volna máshogy megoldani, de nagyon mű lett. Nagyon mű lett, és szerintem egy csomó mindent elvesz egyébként a hangulatból. Nyilván ez egy rendezői döntés, hogy ez most így fog kinézni. Hát nem csak azért, nekem tetszik benne, hogy mi a valóság, meg mi nem. Nagyon csak nagyon külön fényes. A könyv nélkül én nagyon-nagyon tudtam értékelni a filmet, de egyszer lehet, hogy elolvasom a könyvet csak azért, hogy a filmet tönkre tegyem magamnak. Szerintem utólag már nem fogod. Utólag már nem fogod, szerintem a film tönkretette neked a könyvet. Ez inkább ez a tragédia benne. Mert annyival szebben van felépítve minden. Ahogy ez általában a... Na, mindegy, ezt majd a könyvsznobizmus podcast alatt kifejtjük ügyesen. Ami szintén egy... Hogyha befejezted a pieletét, abszolút. Akkor nekem van egy film, ami szintén ilyen nagyon spirituális utazás jellegű, ez pedig a Collateral Beauty. Amit nem tudom, hogy láttatok, ez Will Smith-nek egy filmje, ami pár évvel ezelőtt jött ki, és ő egy apát játszik, aki nemrégiben vesztette el a 5-6 éves kislányát, és igazából ő nem nagyon tudja, hogyan folytatni az életét, nyilván ez egy óriási trauma számára, és elkezd látni alakokat, és elkezd velük beszélgetni, ők pedig nem más, mint az idő, a szerelem és a halál, és mind a hárman egy-egy karakterként jelennek meg. És nyilván aztán kiderül, hogy valaki igazi, valaki nem, stb., de hogy a filmnek a nagy része az, hogy az idővel, a szeretettel és a halállal beszélget az élményeiről, meg a jelen helyzetéről és a jövőjéről, és elképesztően érdekes, tehát, hogy így beszélget velük, leveleket ír nekik, és ezzel az összes érzését is azt, hogy mind megy keresztül, és hogy mi történik azkor, amikor így véget ér az élete valakinek abban a formában, ahogy eddig ismerte, hogy mi az, amiken keresztül megy. És szerintem nagyon, nagyon ügyes a film ebben, hogy ezek mind így kimondásra kerülnek, olyan dolgok, amiket nem feltétlenül mondasz egyébként így ki egy párbeszéd során, de hogyha ezeket az időnek, a szeretetnek és a halálnak címzed, akkor egészen máshogy zajlanak ezek a beszélgetések. És nyilván ebben is van több csavar, meg kifut egy nagyon szép dologra az egész, de maga a koncepció az szerintem egészen zseniális volt. Gondolkoztam rajta, hogy felrakom a sajátomra, de nekem az nem volt, nem ilyen inspiráló volt, hanem inkább egy ilyen nagyon érdekes volt ezt kívülről látni, mint hogyha dekonstruáltál volna egy ilyen nagyon komplex élményt, és
így a szó legnemesebb értelmében a szájába rágod valakinek. És nekem ez ebben nem fért bele, de én is gondolkoztam rajta. Nekem sok olyan film ide belefér, ami tényleg arról szól, hogy valakinek az élete olyan formában véget ért, mint amilyen eddig volt, és valami teljesen újat kell saját magában felépíteni, tehát hogy saját magát kell felépíteni. És nekem ez a film arról a folyamatról szól, amikor így feldolgozod azt a részét, hogy ennek így most vége van, és valahova tovább kell indulni. Will Smith vonalon én is sokat, valami miatt egyébként neki sok ilyen nagyon inspiráló filmje van. Nekem valahol az I Am Legend is idefért volna. A kutya! De a kutya miatt nem beszélünk róla. Soha többet nem nézem meg a kutya miatt. Viszont amit ide lehet rakni, és én ide is raktam, az a Pursuit of Happiness. Én azt nem láttam. Én azt nagyon-nagyon tudom ajánlani, az tényleg a, hát nem is tudom, hogy újrakezdés, hanem a forced folytatás. A Will Smith egy apukát alakít, aki az utcára kerül, és egy ilyen nagyobb vállalatnál egy nem fizető állást kell elvállalnia azért, mert egy fizető munka ígérete. Gyanánt, és az az adamantium gerinc, amivel ő ezt végig tudja csinálni, meg az az akarás, amivel ő ezt végig tudja csinálni, az iszonyatosan inspiráló, főleg amellett, hogy tényleg az utcán vannak egy ideig, és hogy egy másodpercre nem szűnik meg jó apának lenni. És ez tényleg egy ilyen elképesztő journey, nagyon-nagyon inspiráló, de közben egy kicsit nem is az, hogy ennyi erő nem tudom kiben van a Földön, hogy egy ilyen helyzetben nem letargiába esik, és csuklik össze teljesen, de tök jó látni azt, hogy valaki mondjuk ezt képes megcsinálni. És nyilván, amikor ott van a gyerek, aki... ről gondoskodnod kell, pont, és hogy ott hagyja a felesége egy jobb élet reményében, és ott hagyja őt a gyerekkel, és akkor az a gyerek az rád van bízva, és innentől kezdve minden arról szól, hogy neki jó lesz, pont, és ezért megy előre, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon inspiráló, és Will Smith egyébként szerintem sokkal jobb színész, mint amiért kreditet adunk neki. Én őt mindig is nagyon jó színésznek gondoltam. Igen, de mondjuk az akadémia annyira nem. És, hát mindig nagyon-nagyon ponyva dolgokban játszik. De hogy van egy-kettő... Szinte mindig. Szerintem csak... nevesebbek az ilyen furcsa dolgai, mint az ilyen igazán mély, igazán jó. Meg nyilván az is benne van, hogy az akadémia rasszista, szóval. Egy kicsit az is benne van, igen. Bár ez inkább a Hollywood Foreign Press. Nekem van két sorozatom, amik nagyon direktben az újrakezdésről szólnak, és mind a kettő HBO-s egyébként. Tavaly csináltam róluk egy videót is, úgyhogy megnéztem a videómat, hogy mit mondom. De tényleg arra mentem ma ki a zuhanyzóból, hogy Julcsi beszél Julcsihoz. Kicsit creepy, de hát ez van. Az egyik, az a Run című sorozat, vagyis futás magyarul, amiben Merritt Weaver és Domhnall Gleeson vannak benne. Mind a kettő nagyon jó színész, és ez egészen konkrétan arról szól, hogy ők így élik az életüket, ők ismerték egymást régen az egyetem alatt, azt hiszem, ha jól emlékszem, és megbeszélték, hogy az egész életük során, hogyha az egyik a másiknak azt írja SMS-ben, hogy run, és a másik válaszol azzal, igen, hogy run, akkor találkoznak, együtt eltöltenek egy hetet, és hogyha minden úgy alakul, akkor lehet, hogy együtt is maradnak, vagy pedig soha többet nem találkoznak újra. Igen. És hát erről szól, és itt az egyik, azt hiszem, hogy a srác küldött egy SMS-t a nőnek, aki éppen olyan helyzetben volt, hogy így remegő ujjal, de visszaírt neki, hogy jó, próbáljuk meg, és elment, és akkor egy vonaton találkoznak, és ilyen, és erről szól igazából a rész, 7 epizódja van, és nincs is új évad, úgyhogy ez így ennyi.
de... És véget is ért, tehát le is van. Igen, de az egy elég teljes dolog. Igen, de szerintem igen. Nagyon... Akkor is, ha nem úgy ért véget, mint ahogy sok néző szerette volna. Szerintem nagyon különleges, viszont nagyon megosztó is, mert borzasztóan szókimondó és bátor az, ahogy megírták ezt a sorozatot, tehát hogy így a nőnek, a nő például, neki gyerekei is vannak, és az a kérdés, hogy ott hagyom-e a családomat, vagy sem. És nyilván ez alapból ilyen, hogy mondjam, tehát te akarsz azonosulni azzal, akit látsz egy sorozatban egy karakterrel, de hogy mind a ketten csináltak egy csomó rossz dolgot, ami miatt nehéz velük azonosulni, de közben meg én ezt imádom benne, hogy minden ember hülye, minden ember hibázik, és ők meg ilyen emberek, tehát nem az van, hogy egy... Mert ez a sztori, ez így lehetne egy romantikus vígjáték is, tudod, amikor ott van a Hugh Grant, meg a, nem tudom, Julia Roberts, mindeket őt imádom egyébként, de hogy az ilyen klasszikus karakterek, és akkor hú, és akkor szép élet, és minden más. Nem. Tehát, hogy ez itt a nem fekete-fehér semmi, de hogy pont ez az érdekes a sztoriban, és gyönyörű szimbólumok vannak benne, mert sok rész ugye egy vonaton játszódik, ami egy ilyen semleges terület, se itt nincs, se ott, és közben haladunk előre, úgyhogy döntést kell hozni, de aztán le is szállhatsz, mert minden, szóval ilyen nagyon-nagyon gondosan van megírva, és nagyon jó színészek vannak benne, és fel tudja kavarni az embert szerintem, de hogy de szerintem meg közben emellett meg egy nagy káosz, ami nagyon jól mutatja szerintem, hogy bennük mi játszódik le, és ezt nagyon jól visszaadja. Szóval nagyon okosan van megírva, nagyon, nagyon jó jeleneteket ragad ki azokból a napokból, de közben pedig az egész egy ilyen örvény, ami így magával ragad, és nem eresztel, és folyamatosan történnek a dolgok, és nem tudsz belőle kilépni, és nekem az egész hangulata nagyon tetszett. És nem közhelyes, szóval ez tényleg nem egy ilyen szép fiú, szép lány, és akkor szerelem, hanem sokkal, sokkal valódibb, és sokkal felkavaróbb is emiatt. De hogy nagyon érdekes. A másik, ami szintén nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és ilyen nagyon különlegesnek tartom, az a Mrs. Fletcher, amiben pedig, meg nem mondom mi a... Na mi van, Viki? Nagyon egyszerű reakciód. Tudod ki? Elfelejtettem a nevét a fenébe, pedig imádtam benne. It was Agatha all along. Én nagyon örülök, hogy... Ebben nem tudtam meg, hogy kiről van szó. Nem, hát a WandaVision-ben ő játszott Agatha. Catherine Hahn-nak hívják. És ez meg, ennek az a sztoria, hogy ő egy, hát mondjuk, hogy 50 körüli nő, aki a fiával élt egyedül, mert hogy elváltak, és a fiú elmegy egyetemre, és hogy akkor van ez a szitu, ami nagyon minden szülővel megtörténik előbb-utóbb, amikor kirepül a gyerek otthonról, nyilván, ha csak egyedülálló szülő vagy és egy gyereked van, akkor lehet, hogy ez még extrább, mint hogyha ketten vagytok, vagy több gyerek van, vagy mit tudom én, és szép sorban mennek el. És arról szól, hogy ebben a helyzetben ez a nő hogy fedezi fel újra magát, meg az életét, viszont egészen konkrétan a szexuális élete lesz az, ami így a sorozatnak, meg a sztorinak is így a középpontja, hogy azt, hogy fedezi fel 50-es egyedülálló anyukaként, akinek most hirtelen van egy saját lakása, és akkor egy csomó ilyen nagyon vicces is egyszerre, meg ilyen merész, így ahogy így ez az egész így be van mutatva, és szerintem kurva érdekes. Azt hiszem az egész azzal kezdődik egyébként, nem hogy felfedezi a... Hát nem a pornót fedezi fel, de hogy milyen típus pornók vannak, és vajon neki melyik az, ami tetszik, és melyik, ami nem. Igen. Szóval eléggé ilyen tabu döntögető is ebből a szempontból. Nagyon őszinte, szerintem. Ja. Mi történik a cseten, mert oda nézegettek mindig. Fogalmam. Csak ránézek néha. Ez mennyi? Ja. Ránézek néha. A újrakezdős, ami pont, hogy nem újrakezdős számomra. Akkor nem sikerült a feladatot teljesíteni. De pont, hogy sikerült ezzel. Pont, hogy sikerült. Nekem a Grown Ups, ami egy Adam Sandler film, egy vígjáték valójában, az Adam Sandler vígjátékok sajátjaival, viszont én gyakran birkózom azzal a gondolattal, hogy nekem nagyon jó volt a tinédzser korom. Én nagyon szerettem azt a gondtalanságot, amivel éltem az életemet akkor, és sokáig így vágyakozva gondoltam vissza rá, főleg az Angliában töltött évek alatt, meg így az itthoni életem kezdetén.
És a Grown Ups az pont egy ilyen élmény, hogy egy régi baráti kör sok éve elteltével újra találkozik, és visszamennek oda egy szomorú esemény kapcsán, ahol felnőttek. És ugye mindenki máshol van, mindenki így elfoglal a saját élete, és ahogy felfedezik újra egymásban azt, akik voltak akkor. És amikor én azt a filmet néztem először, akkor így nagyon mélyen megérintett, hogy kicsit visszamenni abba a gondtalanságba, ami akkor volt, az mennyire szuper élmény lehet. És most néztem egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt újra, és most meg már egyáltalán nem ezt éreztem, hanem azt éreztem, hogy ilyen jóleső nosztalgia, nem az a... Mi az a nosztalgia, ami ilyen FOMO nosztalgia, hogy nem vagyok ott és nem élhetem át újra azokat, hanem a saját életemre is ilyen jóleső nosztalgiával tudtam visszagondolni, hogy jók voltak azok az idők, lezártuk, és most meg máshogy ugyanolyan jó. És nekem ez a fajta visszavágyódás, tudod, az a fajta újrakezdés, amit nem tudsz újrakezdeni, nem tudsz visszamenni és újra átélni azokat az élményeket. Ez a fajta újrakezdés és ennek az elengedése, az nekem egy ilyen tök furcsa újrakezdős élmény volt. Én erre tökre rá tudok kapcsolódni a visszamenni oda, de az amúgy már nem olyan, az egyik kedvenc. Szerintem a kedvenc romantikus filmem a Brooklyn című film, amit azt hiszem, te azt mondtad, hogy neked nem is annyira tetszett, te biztos vagy benne, hogy nem is láttad. Nem. A főszereplő Saoirse Ronan, és ő egy lányt alakít, aki Írországból Amerikába költözött, és így a családja tudta elintézni, hogy ő legyen az, aki kitör, ugye az új világba tud utazni. És, erről meséltél és már. Ő ugye kialakít magának New Yorkban igazából egy életet, tehát hogy egy olyan helyen lakik, ahol ugye, tudjátok, régen a szokás volt, ahol így fiatal nők laktak együtt, és akkor volt egy nő, aki vigyázott rájuk, de hogy nem találkozhattok férfiakkal, meg nem lehet akárki fel hozzátok, meg rendes lánynak kell lenni, dolgozni kell, stb. Ja. Egészen eddig egy bordélyházat írtál. Nem. És hogy ő tényleg ilyen nagy könyvben megírt jó gyerek, aki azt csinálja, amit az idősebbek így mondanak is. De hogy egy új életet kialakított magának Amerikába, és lesz egy fiú is, akivel többször találkozik, és nagyon közeli kapcsolatba kerülnek, viszont egy haláleset miatt vissza kell menni Írországba, egy temetésre. És ott, hogy újra találkozik a családtagokkal, azzal a zárt közösséggel, akik között felnőtt, és ott megismer akár új embereket is, ez igazából ő visszatért oda, ahol volt, és valahol azt a kérdést feszegeti, hogy amikor újra kezdtél valamit, de visszacsúszol a régi mintázatokba, akkor mi történik? Mert ugye nyilván visszacsúszol, és először ott van ez az otthonos érzet, amikor emlékszel mindenre, tudod minden, hogy hogyan történik tisztában, vagy mindennel, minden kiszámítható, minden nagyon biztonságos, megszokott, de hogy valami miatt te elmentél, és valami miatt te kialakítottál egy másik életet, és hogy mi az a pont, ahol ez realizálódik, hogy most visszacsúsztál oda, amiből eredetileg ki akartál törni, hogy ez azért történt-e meg, mert te valójában itt akarsz maradni a gyökereknél, vagy azért, mert nagyon nehéz tőlük elszakadni. És szerintem valahol így erről a belső konfliktusról szól az egész, hogy így amikor valami újat kezdesz, de visszacsúszol a régi környezetbe, hogy ez vajon miért történik meg, és onnan hogyan tudsz újrakezdeni, vagy új szemléletmóddal maradni a régiben. Nagyon jó. Ja, erről meséltél valamelyik biztos, korábbi adásban, igen, előjött, igen. De nem emlékszem, hogy melyikben. Nem, de én is emlékszem, hogy meséltem róla, én nagyon szeretem. Nekem erről nekem már csak egy van egyébként, és az már nem újrakezdős, inkább az inspirálós rész, ami az a film, ami engem szerelem és család témában a legjobban megérint, és ezzel kapcsolódom a tiédre, mert hogy ez is ilyen szerelmes, az About Time,
ami, ami annyira fontos dolgokat mond el, de annyira ilyen nem erőltetett módon, hanem, így beépít is, az emberi kapcsolatokban meséli el igazából, meg ugye abban is Domhnall Gleeson van, meg Rachel McAdams, és nagyon, egy nagyon feel good, nagyon könnyed film, de baromi fontos dolgokat tud átadni, és nagyon-nagyon inspiráló számomra. És amikor ezek a dolgok így összejönnek, hogy intelligens, meg vicces, meg szívmelengető, de közben fontos is, és hogy olyan dolgokat hoz fel benned, amit mondjuk már egyébként meg egy ilyen súlyos dráma szokott, ez egy ilyen nagyon különleges együttállás szerintem, amiért nekem ez az egyik kedvenc filmem all time is, de hogy ebben a témában is szerintem megállja a helyét. Nagyon könnyeden tud beszélni nagyon komoly kérdésekről, és én ezt nagyon-nagyon-nagyon becsülöm, mert általában az, amikor aminek valaminek, és ezt ebben tökre igazad van, valaminek ilyen nagyon mély mondani valója van, és rá akar vezetni arra, hogy az együtt töltött idő az sokkal értékesebb igazából, mint bármi más, és hogy mennyivel fontosabb a jelen, mint a múlt és a jövő. Ezt általában ilyen szívszaggató drámákban szokták megcsinálni, ami én utálok, amikor valami azért dráma, hogy dráma legyen és fájjon. Ha öncélú. Ha nagyon öncélú, igen, ez a jó kifejezés. De ez nagyon-nagyon szépen adja át. Könnyeden a szarról, és ez az én mottom, és nagyon-nagyon szeretem. Nekem is csak egyetlen klasszikus újrakezdősöm maradt már. Igazából két klasszikus újrakezdősöm maradt. Az egyik a Trainspotting, ami... Nem láttátok, ugye? Egyik ötök sem. Nagyon régen. Nagyon-nagyon régen. Nagyon régen. És nem jutott eszembe az újrakezdősről. Nem jutott eszembe az újrakezdősről? Pedig egy nagyon szép keretes szerkezetben van a film. Ugye az elején és a vége is a válaszd az életet, válaszd a... És amikor Ewan McGregor karaktere kiszakad. Ez ugye egy... hogy is mondjam? A legskótabb drogosokról szól, egy ilyen heroinista társaságról, ahol meglehetősen durva dolgok történnek, és ennek a nagyon nyers bemutatása, hogy hogyan zajlik ez az egész, micsoda gripje van az életeden a drognak, és hogy hogyan tudsz ezen túl mozdulni, ha egyáltalán túl tudsz ezen mozdulni. És a film vége igazából Ewan McGregor számára az újrakezdés és az egésznek a hátrahagyása. Mondom ezt úgy, hogy nem láttam a második részét. Van második rész? Már kijött, szerintem már egy fél éve biztos, hogy kim van a Trainspotting 2, és úgy voltam vele, hogy én lehet, hogy ezt nem akarom megnézni, én nagyon-nagyon szerettem a Trainspotting 1-et, mert hogy úgy beszélt erről az egészről, ahogy nem a Requiem for a Dream, ami tényleg ilyen drogprevenciós jelleggel érdemes csak nézni, mert az nevetséges fájdalom, viszont a Trainspottingnak megvan ez a van egy íve. Azt mondanám, hogy van egy íve, hogy valahonnan elindul, lemegy nagyon mélyre, és egy ilyen felfele ágazóban ér véget, és szerintem ez egy ilyen inspiráló film is lehet, hogyha jól nézed, vagy nem jól, hanem ezzel a szemmel. És a másik ilyen klasszikus újrakezdőm, az a Walking Dead. Ami valójában minden egyes évada az újrakezdésről szól. Mert igazod van. Hogyan kezded újra, hogy szétomlik a világ? Hogyan kezded újra, hogy szétomlik a sátortábor? Hogyan kezded újra, hogy szétomlik a börtön? Nem, a farm! Aztán hogyan kezded újra, hogy szétomlik a börtön?
És utána van a város. Város, aztán egy másik város, igen, aztán igen. Az életed közben nagyon sokszor. És nyilván egy idő után túl sok lesz. Igen, egy idő után unalmas, hogy mindig valahova bekerülnek, újra kezdenek, aztán az megsemmisül, és mennek tovább, és még egy hely, még egyszer újra kezdenek, és ezt fel is ismerték. Csak aztán utána ott volt valami kis törés, ami miatt ott én abba hagytam, amikor szar volt. Volt egy pár szar évad. Volt. Amikor kiléptek amúgy ebből a körből, és akartak valami nagyobbat csinálni, de nem állt éppen akkor nagyon jól. Én visszamentem, és amikor felkerült az interwebre, úgyhogy kattintás, skip intro, igen. akkor elkezdtem újra. És a Walking Dead az pontosan az a sorozat, aminek ugye az a tragédiája, hogy nagyon sikeres, úgyhogy folytatni kell mindenképpen, akkor is, hogyha ha már nincsen senkinek semmi ötleted. De nem is az, hogy nincsen senkinek, hanem hogy van egy ötleted, de nincs időd realizálni azt az ötletet, úgyhogy mint olyan bilbósan, van egy nagy szelet kenyér, és nem elég vaj. Úgyhogy szét kell kenni egy egész évadnyira azt a nagyon pici vajat, viszont hogyha ezt ilyen folyamatosan nézed, és nem heteket vár, vagy egy-egy hetet vársz egy epizódra, akkor sokkal kevésbé fáj, hogy mennyi töltelék van benne. Nekem ez a... Hát meg amit folyamatosan lehet folytatni, annak sosincs egy ilyen igazán lezárás, és emiatt igazi íve sem tud lenni. Igen, mert hogy ki tudja, hogy hova akarták volna elvinni. Én ilyen spin-off párti vagyok az ilyeneknél, őszintén megmondom, hogy jobb jól lezárni valamit, live long enough to see yourself become a villain, és nem tudom, befejezem még most, lett vége nem olyan régen. Bár azt mondtam, hogy nem olyan régen lett vége, mert a Trainspottingra is azt mondtam, hogy nem olyan régen jött ki a kettő. 2017-ben írja valaki a cseten, nem vagyok hajlandó megnézni, mert szerintem ez tavaly volt. De most megnézem, mert idegesít. Nekem három filmem van, de mindhárom elég deprimáló. Mondjad. Hogy meg vagyunk lepődve? Mint? Oké, akkor haladjunk a legkevésbétől, jó? Ami mondjuk a filmben, ami csak érzelmi szinten deprimáló, igen. 2017 május. A Trainspotting 2. Ezt már az előbb is tudtuk. De nem hittem el. Hogy le kellett ellenőrizni. Nem hittem el. Amit újra néztem, az szintén egy olyan film, amiről beszéltem a Skip Intro-ban, ez pedig a Her című film, amiben most már rájöttem, mert néztem, emlékeztem, hogy a csaj főszereplő benne, a Scarlett Johansson-nak a hangja. Scarlett Johansson van benne. A hangja. A hangja. Mert hogy ő alakítja az operációs rendszer. De már annyiszor mondtam ezt a filmet, igen, neked, hogy meg kell nézned, és sose veszünk elő. És a férfi főszereplő pedig a Joaquin Phoenix, ez a neve? Igen. Ő. És ő a főszereplő, férfi. Igen. És az egész sztori arról szól, hogy... Férfi. Férfi. Arról szól, hogy egy férfi. Igazából egy ilyen utopisztikus világról szól, ahol van egy olyan technikai fejlettségi szint, hogy mindenki tud már egy személyre szabott, operációs rendszernek hívják, de inkább ilyen személyi asszisztens jellegű dolog szerintem már jobban, ami egy mesterséges intelligencia, ami abszolút rád személyre van szabva, és előbb-utóbb az emberek nyilván, mivel folyamatosan tanul és folyamatosan fejlődik, kicsit ez egyébként ez a klasszikus mesterséges intelligencia felfogás, hogy minél többet tanul, egyre többet tud, egyre több dologra lesz képes, és hogy hová gyakorlatilag evolválódik egy ilyen mesterséges intelligencia és az emberrel való kapcsolata, és hogy ez hova fut ki, nekem ez egy ilyen érzelmi szinten nem újra kezdős inkább, hanem ilyen inspirációs film azzal kapcsolatban, hogy vajon hová is tesszük az érzelmeinket, és milyen dolgokkal kapcsolatban alakítunk ki érzéseket, és hogy kicsit engem arra inspirál, hogy sokkal jobban megválogassam azt a
kört, hogy ezeket hova költöm el, ezeket az energiákat. Mert hogy ez arról szól, igen, hogy előbb-utóbb emberek elkezdenek randizni az operációs rendszerükkel. Ami teljes nonsense, csak amikor ez hirtelen megszűnik valakinek az életébe, akkor szép lassan összekötött, hogy ez igazából nem egy ember volt, hanem ez egy dolog volt, akármennyire is emberi tulajdonságokkal ruháztuk fel, és hogy vajon mennyi időt és energiát pazarlunk el arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, olyan dolgokba fektetünk időt, energiát, és olyanokkal szemben engedünk meg magunkból nagyon erős érzéseket, amik nem az, hogy nem léteznek, de nem kéne rájuk fecsérelni. És nyilván ez valahol így a fogyasztói társadalomra is egy nagyon nagy kritika, de én imádom azt a filmet, és akárhányszor megnézem, úgy jövök ki belőle, hogy akkor most rendszerezzük így az emocionális életemet, és akkor rakjuk a helyre a dolgokat, osszuk el úgy, hogy mi az, amire még marad elég sitem, hogy giveljek, és mi az, amire már nem. Nekem itt a kapcsolódási pontom a Wall-E. Ami nekem igazából ugyanez, hogy... Mondja úgy, hogy ő nem látta. De értem. Nem, azt mondom, amit leírtam. Amit leírtál, igen. Az nekem igazából a Wall-E, hogy mire fecsérlünk meglehetős mennyiségű energiát, amire talán nem kéne, és hogy mennyire kényelmesedünk el. És tudom, hogy nekem a legfurcsább azt mondani, vagy az én számból hangzik talán a legfurcsábban azt mondani, hogy hold your horses technológia, egy kicsit talán túllövünk a célon ezzel, legutoljára a Facebookos Metaverse kapcsán fogtam a fejemet, hogy a következő ilyen real life event katasztrófa film, az pont abból a Mark Zuckerberg bejelentésből vett snippetekkel fog kezdődni, hogy aha, itt ment félre minden. És viszont a Wall-E szerintem egy tök jó ilyen tanmese ebből a szempontból. Nyilván benne van az újrakezdés egy kicsit, tudod, ahogy őrzik azt az egy kis palántát, és hogy az a központi konfliktus a filmben. De benne van az is, hogy azért ez egy ilyen tanmese, és én mindig, amikor megnézem, ezt nem tudom, pár évente azért megnézzük, így arra gondolok, hogy ne erre menjünk. Léci, ne erre menjünk. És tudom, hogy én vagyok a legkisebb orszem ebben az egész gépezetben, hogy ne erre menjünk, de aztán megyek, amerre a legkisebb ellenállás van. Szóval van bennem egy jó nagy adag képmutatás, de ettől függetlenül én így érzek ez a Wall-E-vel kapcsolatban, ahogy te a Hörrel. És megnézzük a Hört, persze. És mi a másik két filmed, Viki? Az egyik az a Truman Show. Ja, azt is vettem. Bár az igazából... Az nincs benne maga az a része már, tehát az a vége. Igen, az újrakezdés maga az a vége, de nekem ugyanúgy megadta azt az érzést, hogy itt benne van valamiben ez az adott ember, aki nem tudja, hogy ebben benne van. Oké, hogy én nézőként tudom, és nekem valahogy ez az érdekes benne, ahogy így elkezdi kifejteni, és egyre inkább elkezdi megérteni, hogy ő milyen körülmények között él, de hogy ennek a felfedezése, hogy valami van, amire alapozva van az életed, de az már nem működik tovább úgy, ahogy működnie kéne, és ezért kell egy ilyen nagyon nagy vágást, egy ilyen clean slate-et csinálnod, és elindulni egy teljesen más irányba, és nekem az újrakezdés előtti ilyen örvénylő fejben és szívben viharokat írja le a Truman Show. Kapcsolódni nem tudok. Hát én kifogytam, úgyhogy... Okay, nekem még Nekem még van három. Okay. De csak ilyen érintőlegesen. Ilyen inspirációs, inkább mint újrakezdős. Nekem inspirációban nagyon nehéz utalérni a Dead Poets Society-t, a Holdköltők Társaságát. Én attól a filmtől eredeztetem az irodalommal való kapcsolatomat, hogy azt szeretette meg velem. Vagy nem is, az fedeztette fel bennem
az irodalom iránti tiszteletet. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom, hogy hogy tudom ezt megfogalmazni. Robin Williams bármire rá tud venni. Ennyi. Igazából, és számomra az egy iszonyatosan inspiráló film, nem csak ebből kifolyólag, de én ezért készültem tanári pályára is. Mert azt mondtam, hogy én azt akarom érezni, hogy így érintem meg valakinek az életét, ahogy Robin Williams megérintette embereknek az életét. És aztán nem tanári pályára mentem sajnos. Nem sokon múlt. Egyébként nem sokon volt, de végül nem abba az irányba terelődött az életem. Emellett még a Marianne Maxet szeretném még megemlíteni, ami igazából semmit nem akarok róla... Egészségedre. Semmit nem akarok róla elmondani, azon kívül, hogy nézzétek meg, ha nem zavar a gyurma, de az egész gyurmából van, ez egy claymation. És tudom, hogy ez sokaknak deal breaker, mert a Wallace és Gromitot látták utoljára, ami a legcreepibb dolog az egész világon, semmi köze hozzá, az ég egyadta világon semmi köze hozzá, és egy idős úr és egy idős hölgy levelező partnerek lesznek, és mesélnek egymásnak a saját életükről, és fedezik fel újra olyan érzéseket, amikről azt gondolták, hogy ők már túl öregek ahhoz, hogy érezzenek ilyeneket. Egész egyszerűen fantasztikus. És kell hozzá egy hangulat, egy fiatal lány, aki nem akarom. 8 éves kislány. Igen. Egy fiatal lány, aki közben felnő, igen, ezt akartam. Nem akartam előni igazából semmit, ez volt a célom. Úgyhogy ha szeretnétek, akkor ez egy kifejezetten cuki, de hogy így inkább inspiráló, azt mondanám, inkább kicsit inspiráló. Kicsit dark. Jó, elég dark. Attól függ, hogy hogyan nézed. Tehát, hogy a közben nagyon darknak tűnik, de hogy a végén meg így nem leülepszik benned, és így látod inkább a szépségét, sem mint a sötétséget. Nekem az utolsó filmem az viszont nagyon dark, legalábbis megvalósításra egész biztosan, ez a Butterfly Effect, vagyis a pillangóhatás. Jó! Gyűlölöm azt a filmet. Nagyon fiatal voltam, amikor láttam. Bocsánat, de azért gyűlölt, ugye, mert bántanak benne egy kutyát. Én arra nem is emlékszem. Most nagyon bántanak benne egy kutyát. Sokkal jobban gyűlölöm. Tényleg nagyon... Hú, nagyon megviselt engem ez a film, mert többször láttam, és nagyon, nagyon nehéz, és nagyon brutális. Sok esetben talán indokolatlan módon, de szerintem kell ez az erő ahhoz, hogy átüsse igazából azt az üzenetet, hogy a cselekedeteinknek következményei vannak, és amikor megkapja valaki azt a lehetőséget, hogy... változtasson a múltbéli döntésein, akkor amikor ezt megpróbálja megtenni, azt nyilván úgy próbálja az ember ezt megtenni, abban a hiszemben, hogyha egy döntését megváltoztatja, akkor majd ottól a jövője is jobb lesz. De hogy mivel a döntéseinknek következményei vannak, ezért minden alkalom, amikor megpróbál valamit megváltoztatni a múltban, azért, hogy jobbá tegye az életét, meg a világot, minden alkalommal valami más siklik félre. És azért jutott eszembe, mert egy olyan könyvet olvasok éppen, ami nagyon-nagyon hasonló ehhez, vagyis hát nagyon hasonló gondolatokat bontogat ez az Éjfél könyvtár című film, de igazából ez az egésznek szerintem a magja, hogy kipróbál bizonyos új helyzeteket, ahol mondjuk máshogy cselekedett volna, mint ahogy, és megnézi, hogy annak mik a jelenben a következményei. Egyre rosszabb és rosszabb. Szerintem ez sokkal szebben mutatja be az About Time. Tehát, hogy ugyanez az üzenet... Szerintem nagyon más az üzenet. Tehát, hogy ebben a következményei vannak a döntéseidnek, szerintem ezt nagyon szemléletesen, nyilván sokkal kevésbé szájbarágósan, de sokkal szemléletesebben mutatja be. Szerintem azért más, mert a
a pillangó hatás igazából azt mutatja meg, hogy ha valamit megváltoztat, attól nem feltétlenül lesznek jobbak a dolgok. Szóval, hogy ez nem egy ilyen, az nem egy ilyen feel good dolog, hanem pont arról szól, hogy neked, hogyha megbánásaid vannak a múlttal kapcsolatban, hogy valamit hogy csináltál, hogyha máshogy csináltad volna, attól nem feltétlenül lenne jobb az élet. És hogy meg kell hozni azokat a nagyon nehéz döntéseket, amik végeredményében jók lesznek, jó döntéseknek bizonyulnak, csak ehhez végig kell járnod ahhoz a szenáriókat, amikor viszont a végeredmény nem az lett, mint amit szeretett volna a főszereplő. Marian Max volt az előzőnek a címe, hogyha valaki lemaradt volna esetleg. Engem is traumatizált a pillangó hatás egyébként, ahogy gondolom téged is. Nagyon fiatal voltam, amikor láttam, és csak ilyen borzalmas emlékeim vannak róla, pedig lehet, hogy jó. Igen, mert valahogy az én mindig azt gondolom, hogy az ilyen időutazós, meg ilyesmi dolgokról mindig az a képzetünk, hogy valamit megváltoztatunk azért, hogy jobb legyen, de hogy amikor megváltoztatunk valamit, annak is vannak következményei, és ebben nagyon, nagyon gyorsan le lehet csúszni, és míg az About Time az egy ilyen nagyon kedves, nagyon, nagyon feel good módon mutatja be úgy, hogy igazából reményekkel és örömökkel távozol, és úgy érzed, hogy minden perc tökéletes, addig szerintem a pillangó effektus egészen más. Szerintem pont, hogy nem minden pillanat tökéletes. Tehát, hogy az About Time-ban ugye ott... Azt mondtam, hogy minden pillanat tökéletes. Aha. Tehát, hogy ott... akartam, sorry. Lehet, hogy csak így értettem. De, hogy... Hát, hogy a hétköznapi pillanatok. Igen. Tehát, hogy én sokkal... Azt szeretem, hogyha nem az van, hogy tudod, pulling punches, tehát hogy azért, hogy ne sértsünk meg valakit, vagy ne bántsunk meg valakit, vagy ne keltsünk valakiben rossz érzést, ezért nem mutatjuk be nagyon brutálisan, de nem azért mutatunk be valamit nagyon brutálisan, hogy mindenképpen odaérjen az üzenet. És nekem az a könnyedségéből eredő ilyen finomság, meg átgondoltság, ahogy az About Time-ban be van mutatva az, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon iszonyatosan pici dolognak a megváltoztatása milyen elképesztő változásokat szülhet a jövőben, még hogyha nem is annyira negatív, de hogy azért ugye érzed a súlyát, amikor visszamegy, és már megszületett a gyereke, és úgy megy vissza. És nem akarom ellőni. Az számomra gyakran sokkal, de sokkal hatásosabb, mint hogyha ilyen nagyon, nagyon on the nose lenne a dolog. Amilyen szerintem a Én úgy gondolom, én imádom az About Time-ot, és nyilván mind a kettő arról szól, hogy ha megváltoztatsz dolgokat a múltadba, viszont én egyen mélyebb rétegében nagyon különbözőnek érzem az üzeneteit. Az biztos. Biztos, hogy másra megy rá, tehát, hogy az ilyen időutazós dolog, az... De értem, abszolút értem. Bennetek ragadt-e még valami? Nem. Én még felírtam inspirációs dolgokat, de majd csinálunk inspirációs epizódot is. Jó. Úgyhogy itt az ideje, hogy promózzuk saját magunkat. Lesz még idén egy epizódunk, egy ilyen meglepetés epizód, az első Skip Intro Awards, amiben átnyújtjuk a világ legfurcsább díjait mindenkinek, természetesen csak így fejben, vagy szóban, vagy az éterben. Szóban, az interneten. Egymásnak. Is. Ti meg részesei lehettek. Ez egy offline epizód lesz, tehát hogy nem fogjuk streamelni, az év utolsó napján fog kikerülni. Ez biztos? Mert csak már beszéltünk róla, hogy szavaznának. Mondom máshogy. Idén lesz még egy skip intro epizód. Ez így nem jó. Hamarosan lesz még egy skip intro epizód. Nem, így sem. Lesz egy rendkívüli skip intro epizódunk, amiben átnyújtjuk az első skip intro awards kupáit. Megpróbálhatom? Ennél jobban? Jó. Kicsit tisztában, meg kicsit
úgyhogy felelősségre vonhatóak legyünk. Meg mi? Szavunkon foghatóak legyünk. Érkezik még egy különleges kiadása a Skip intrónak, mielőtt januárban egy hónapos szünetre elmegyünk. Tökéletes. Így, tudod, így nem mondtam semmi dátumot, vagy hogy aha, lesz, vagy hogy lesz, olyan dolgok, amiket így aztán... Így lehet helyezgetni. Ja, nagyon jó. Ja. Hatalmas segvédő vagy egyébként. Mostantól átküldök neked mindent mehózásra, mielőtt kiírom az interneten. Az a biztos, az a biztos. Viszont én megragadnám még az alkalmat arra, hogy lehetséges, hogy már csak januárban lesz ez, és még 2021-ben. Nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni nektek, hogy itt voltatok, és annyira sikeressé tettétek ezt a podcastet, hogy egész biztosnak tűnik a folytatása is a jövő évben. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én nektek, őszintén, hogy hallgattok, igen, minket, megnéztek minket, az HBO-nak pedig a támogatás. Nektek, igen, meg azt, hogy itt vagytok ketten. Általában. Azt neked mondták, nincs nagy választásod. Lehetnék a nappaliban is. Lehetnél a nappaliban is, igen. Felvehetnénk az interneten is. De őszintén szólva, amikor sorra vettük a dolgokat, amiért hálásak vagyunk 2021-ben, és próbáltuk szembeállítani ezt a nem annyira hálás listánkkal, akkor... Szépen, finoman mondtad. Nagyon igyekeztem. Csináltatok ilyen évérték előtt? Így itt volt, te itt voltál, te is szerelme. Ó, oh, fuck, jó, akkor a Skip intro egy elég előkelő helyet foglalt el a pozitív dolgokban, nem csak azért, mert együtt csinálhatunk valamit, amit egyébként nagyon szeretünk, hanem mind a hármunk narcisztikus kis lelkének szüksége van arra, hogy látjuk azt, hogy ti is szeretitek, és ez egy tök jó érzés, tök jó dolog, tök jó visszacsatolás. Úgyhogy alig várjuk, hogy jövőre folytathassuk, és rengeteg ötletünk van vendégekkel, témákkal, és esetleges parázsvitákkal kapcsolatban, amik még felüthetik a fejüket. Lesz! Hát persze, hogy lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük az eddigi megtisztelő figyelmet, és hamarosan találkozunk újra egy újabb epizódban. Bizony. Egy nagyon különleges epizód. Ezt elfelejtettem mondani. Meglepi. Sziasztok! Sziasztok! És ezt most már csak nektek csöt mondom, hogy lesz még, mehetünk Idri, közben elmondom. Szóval lesz még idén stream, holnap Fun with Geeks Awards, úgyhogy arra várlak titeket szeretettel. Most próbálom kirenderelni a videókat, de nem szereti annyira, de rászárnom az éjszakát, és ügyesen meg fogjuk oldani. Én pedig imádlak, szeretlek titeket, holnap reggel Pod of the Morningban találkozunk, átbeszéljük, hogy kinek mitől nem szilárd a széklete, meg mit néztetek, meg ki hogy van. Ez már nem a podcast része, ez már én így, jó, így beszélek a többiekkel. Az átadó este lesz, az egész biztos, és reggel pedig podolunk, ügyesen. De nem velem. Csütörtök lesz amúgy holnap. De nem velem lesz a pod. Nem, mert Viki szünetel már, ügyesen. Igazából azért, mert van új monitorálmányom, meg új mikrofonom, és ma ezért szétbasztom az egész setupot. Ami reggelre biztos nem lesz össze. De én úgy beszél, én úgy emlékszem, hogy mi azt beszéltük, hogy most menni, hogy a két ünnep között. Nem beszéltük meg. De most megbeszéltük. Megbeszéltük. Viki nem lesz, úgyhogy minden rendben lesz valahogy nem máshogy. Nem mostam töltött káposztát. Elmegy a raid. Nagyon szépen köszönöm, drágáim. És holnap kibeszéljük, hogy mi lesz még a... Mi történt velünk az elmúlt pár napban? Love ya kids! Csó! Hol az outro? You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves so we can
clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that, 'cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day.